örülünk neki, hogy sikerült tovább jutnunk egy ilyen nagyon jó ellenféllel szembe. Ugye tényleg nem elcsépelt frázisok voltak azok, amikor dicsértük őket. Mindenki láthatta, hogy nagyon jó csapat, ugye szélen is erősek, középen is tudtak focizni, aztán tudtak váltani, jött egy magas csatár, akkor direkt labdákkal próbáltak megjátszani, de úgy érzem, hogy a csapat nagyon jól dolgozott. Lezártuk az összes olyan területet, amiben igazi veszély rejlett. A végén pedig tudtunk olyan kontrákat is vezetni, ami veszélyes volt, és volt benne gól is. Sajnos nem tudtuk értékesíteni egyik lehetőségünket sem, de most elég volt az X is ahhoz, hogy tovább jussunk. Ezt az előnyt kiharcoltuk az ottani mérkőzésen, tehát itthon tudtunk játszani a továbbjutásra. Egy pár harcot leszünk, az a jobb csapat ugye, amelyik tovább jut, és igazából hát a végén egy kicsit beszorultunk, de hát a védekezésünk és a csapat nagyon összhangban volt, és ennek eredménye lett, hogy nem kaptunk gólt. Ugye a második fél időben én úgy éreztem, hogy kicsit támadóbban jöttetek ki, ez a taktika része volt? Hazai pályán játszottunk, azért mi is szerettünk volna támadni, meg persze az se lett volna baj, ha gólt rúgunk, de hát ennek az eredménynek is nagyon örülünk. Nagyon szervezetten játszottunk az egész mérkőzés alatt. A végén úgy érzem, hogy ők is próbáltak mindent megtenni azért, hogy gólt tudjanak elérni. Ívelgették föl a labdát a 16-osunk elé, de úgy érzem, hogy stabilan állt a csapat a rohamokat, és jól levédekeztük ezeket a hosszú labdákat is. Elég erősek fizikálisan, és jól is fejeltek, de úgy érzem, hogy mindent megtettünk, és azért sikerült kijutnunk őket a kupából. Jön a Gent, autentikus személy vagy, milyen meccset vársz, milyen Gentet vársz ide? A Gent az elég rapszódikus csapatnak érzem, valamikor nagyon jó mérkőzéseket játszanak, viszont valamikor ők is gyengében szerepelnek, úgy érzem, hogy ismét a szervezet és a profi hozzáállás, meg a kemény futball az, ami dominálhat, és úgy érzem, hogy ők is verhetők.